helyeslet. Megvárunk mindenkit, köszönjük. Telefonokat leállítjuk. Akkor nagy örömmel és tisztelettel köszöntelek benneteket a mai karácsonyi ünnepségünkön. A BVSS Gyúró szakosztálya és a B.I. Varcsi Gyúró Sportegyesület vezetősége nevében. Engedjétek meg, hogy mindenek előtt köszöntsem vendégeinket. Kertainé Horváth Edith képviselő asszonyt, az Arany János Általános Iskola intézményvezetőjét. Hopi Zsoltot, a Balcsi Gyúró Sportegyesület elnökét. Egyébként. Felecsek László vezetőedzőt. Tálosi Mónika pénzügyminiszter. És végül, de nem utolsó sorban, Bonevált Emilt, a Balcsi Gyúró egyik alapítóját. És itt engedjétek meg, hogy átadjam a szót egy pár mondatra Honfi Zsolt elnök úrnak. Köszönöm szépen, csak a téma kapcsán vettem át a szót. A 2015. november 25-én megtartott közgyűlésen a Balcsi Gyúró Sportegyesület tiszteletbeli tagjává választotta Bonevált Emilt, a Balcsi Gyúró egyik alapító tagját, aki ma is itt van közöttünk, és hosszan tudnánk sorolni, hogy mit tett a Balcsi Gyúróért. Elég annyit mondani, hogy az alapítástól elég sokáig bábáskodott a szakosztály mellett, edzőként, szakvezetőként menedzselte a szakosztályt, és elég annyit mondani, hogy szülőként is kitett magáért, hiszen gyermeke és unokája is itt dzsúdózik a Balcsi Dzsúdó szakosztályban. Úgyhogy köszönjük szépen, kérlek most állj fel egy pillanatra, és ünnepélyesen, ha megtalálom, mindjárt átadnám a tiszteletbeli tag kártyádat. Fogad szeretettel tőlünk. Ez pedig az elnöki keretből, kérlek, tartsak minket jól emlékezetben, és gyere máskor is mindenféleképpen. Köszönjük szépen, és akkor visszaadom a szót Állati Györgynek. Köszönöm szépen. Akkor folytassuk, mert én készültem, legalább egy fél órát fogok beszélni. Tehát köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és megtiszteltek, tisztelnek bennünket, hogy elértük el a rendezvényünkkel vendégeink. A Gyúró karácsony megrendezése azt jelenti, hogy újra eltelt egy esztendő. Nagyon gyorsan elrepült a 2015-ös év, köszönhetően rengeteg eseménynek, versenynek és rendezvénynek. Peregtek a napok egymás után sok örömöt, és néha egy kis szomorúságot is volt a számunkra. A hagyományos gyúró karácsonyunk lehetőséget ad, hogy megálljunk egy pillanatra, és visszatekintsünk az elmúlt 12 hónapra, és ehhez a feldíszített karácsonyunk a méltó helyszín biztosít, hol értékelhetjük a mögöttünk levő időszakot. A legfontosabb megállapítás, hogy szemmel láthatóan többen vagyunk, mint egy éve, tehát továbbra is a legnagyobb létszámú szakosztályként működünk a városban, közel 120 fő sportolóval. Ezért az első köszönet nektek jár, itt a judokák, mert nélkületek most nem ünnepelhetnénk itt, ekkora létszámban. 2015 a legsikeresebb év a judo szakosztály életében, rengeteg szép eredménnyel, kiváló helyezésekkel. Mindenképpen szeretném kiemelni a Masters Európa bajnoki címet, amit Bánovics Donát szerzett Balatonfüreden Magyarországnak, a Balcsi Gyúrót képviselve. Egy tapsot megértem. Tudjuk, az eredményesség mögött nagyon sok munka, több száz edzés van, amit természetesen a hagyományoknak megfelelően méltóképpen meg is fogunk jutalmazni. Viszont egy sportág elsajátításához tapasztaltuk, mindenképpen szükség van edzőkre is. Nos, a judo szakosztály kiváló szakemberekkel rendelkezik, hiszen Janecsek László vezetőedző irányításával Honfi Zsolt, Bonevált Tamás, Ambrus Gyula és Horváth Beatrix edző Barcson és Csokonya Visontán bizonyították szakmai hozzáértésüket, amit a kitűnő eredmények támasztanak alá.
Itt egy Nógrádit zárójelként megegyezném. Engedjétek meg egy kis részrehajlást, ugyanis szeretném még egy fiatalember nevét megemlíteni, a Giorgioét, aki ugye nem edző, de nagy lelkesedéssel és teljes szívvel lelkiismeretesen segít a szakmai munkában, habár néha még elragadja a hív, de majd kinövi. Szóval köszi neked is! A szakosztályban tehát minőségi munka folyik. Igen, kiváló munka folyik, aminek elismeréseként a Magyar Judo Szövetség dr. Tóth László elnök úr vezetésével az éves műhely támogatás mellett 20 millió forintot biztosít a szakosztályunknak egy önálló judoterem kialakítására, amire bizony óriási szükségünk van. Biztos már mindenki többször hallotta ezt a remek hírt, azonban úgy gondolom, hogy büszkén ismételhetjük, hiszen mérföldkő a Barcsi judo életében ez a lehetőség, és talán jelképesen a karácsony falá is oda tehetjük ajándékként. Ezzel kapcsolatban két nevet szeretnék mindenképpen megemlíteni. Az első, Vidasi Erviné, aki sajnos ma már nem lett és nem ünnepelhet velünk, azonban a Barcsi judo egyik megalapítójaként beírta magát a sporttörténelembe, és elévülhetetlen szerepe volt az előbb említett önálló judoterem kiharcolásában. A másik pedig Szakos Csilláé, aki a folyamaton levő teremprojekt koordinátoraként segít a szakosztálynak, és személy szerint nekem szabad idejét feláldozva a közös cél érdekében. Köszönjük szépen! Elhangzott a támogatás szó, ami egy szakosztály, egy egyesület életében megtanultuk, tapasztaltuk, óriási jelentőséggel bír. Támogatók nélkül nem tarthatnánk itt, ezért köszönet jár minden anyagi, szakmai, tárgyi és egyéb mondornak és támogatásnyújtónak. Segítségükkel az év során 25 versenyen tudtunk részt venni, színvonalas régiós versenyt rendeztünk és hangulatos edzőtábort szerveztünk. Itt szeretném megemlíteni és kiemelni Barcsváros önkormányzatát és külön Karvali Csokszó polgármester urat, hogy egész évben főszponzorként segített működésünkben és lehetőséget teremt az új judoterem létrehozásához. Köszönjük szépen! Természetesen a jövőben is számítunk rájuk. A szakosztály és az egyesület elsősorban az utánpótlás korosztályok sportolását és versenyeztetését tartja a legfontosabb feladatának, azonban a judo sportág népszerűsítése továbbra is a célunk, ezért próbálunk a város és környéke sport életében hatékonyan és aktívan létrejönni, mint többször megmutatni magunkat. Itt elérkeztünk egy olyan ponton, amit mindenképpen hangsúlyozni szeretnék. Az elmúlt évek bizonyították, hogy a kitűzött célokat csak együtt, közösen összefogva vagyunk képesek elérni, ezért továbbra is egy összetartó, vidám közösség formálására és bővítésére törekszünk. A mai világban jó tartozni egy közösséghez, és a számok visszajelzések azt mutatják, hogy a judósok közé bizony jó tartozni, akár gyerekként, akár felnőttként. Az év során 5 igazán kiváló csapat összetartó rendezvényt tartottunk. Szerveztünk egy közös szilvesztert, szerveztünk egy régiós barcsi versenyt 250 versenyzővel. Tartottunk egy fél évi tanítvára pikniket rávatlanásban. Sikerült készíteni versenyzőinknek az első adatában az állapán. Kiszurkoltunk egy még Balaton közelebb az elvétszínek. Szerveztünk egy barcsi erőtábor, kultúrvilágosítás, felvállalt számogatási áldozási ünnepséget, Nikulás Csupa házi versenyt, bemutatókat szerveztünk, részletünk, Bacsi általános iskolában, Babócsán, Rávatlanásban, Bőkehelyen, Kokanyarítónkán, első szentrálkonban és a Bacsutban is tanulnak. És végül itt a rendezvényünk a tudószerzés. Sok kiváló esetén mindig alkalmazott, hogy jól érezzük magunkat együtt, bizonyítsunk közösségi fejét és összetartását. És mielőtt rátérnék a ünnepség végpontjára, a megérdemelt utalmak és ajánlások átadására, engedjétek meg, hogy megemlítsünk néhány fontos nevet, akiknek szintén nagyon sokat köszönhetünk az év során. A BBS-ét Rajtán István elnök úrral, Horváth Gábor úr sportreferens, a Klikket Cserbölgyi Rácz Ildikó igazgatóasszonnyal,
Kertanyi Horváth Edith és Vizzárini Maronics Mária intézményvezetőket. Köszönjük a támogatásukat és a pozitív hozzáállásukat. A legvégére hagytam a legfontosabb és a legerősebb láncemet, a szülőket. Nélkületek ez nem működne. Lehet akármennyi támogatás, akármilyen terem, most nem tarthatnánk itt, ha nem állnátok a gyereket és a szakosztály mögött. Biztos hátteret és alapot teremtett. Köszönöm a gyereket, a szakosztály és az egyesület nevében, és természetesen számítunk rátok a jövő évben is, mert hála Istennek rengeteg dolgunk lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Boldog karácsony! Értékelnénk az elmúlt évet, és kihoztanánk a jutalmakat. Megkérem vendégeket, hogy a átadásnál segítkezzem. Kettőezer-tizenötben 55 versenyzővel 9 sportcsoportban 25 versenyen vettünk részt. 25 versenyből 10 országos, 5 nemzetközi, 10 regionális verseny volt. Az idei versenyeken 168 érmet szereztek a szakosztály versenyfői. Ebből 75 arany, 52 ezüst és 45 bronzérem. 2015-ös év edzésmunkája és kimagasló versenyeredményei alapján külön díjban és a kimagasló versenyzését díjazásban részesül, aki a felnőtt kategóriában, veterán Európa-bajnoki, M2-es kategóriában Európa-bajnoki címet, Masters nyílt magyar bajnokságon magyar bajnoki címet, és a másodosztályi magyar bajnokságon 5. helyezést ért el, mi nem más, mint Pánovics Donát. Rendszerűt lenni a rendezvényünkön, átadjuk neki majd a következő alkalommal. Következő díjazottunk, nem más, mint aki felnőtt kategóriában a veterán Európa-bajnokságon 5. helyezést ért el, és a magyar Masters nyílt bajnokságon magyar bajnoki címet szerzett 81 kg-ban, ami nem más, mint Hegedűs György. Jön! Következő díjazottunk, aki junior korcsoportban junior diák olimpiai bajnok, a Magyar Köztársaság Kupa aranyérmese, junior magyar bajnoki 4. helyezett, felnőtt első osztályú magyar bajnokság 5. helyezettje, és másodosztályú felnőtt bajnokság ezüstérmese. Ő nem más, mint Bolemát Pianka. Szakosztályunk elejét időnk, hogy felnőtt és junior kategóriában is vannak eredményeink. És most következzen az utánpótlás sportcsoport, ahol nagyon szép eredmények születtek az idén. Tehát utánpótlás sportcsoportban kiváló eredményeiért magyar bajnokság ezüstérmese, Magyar Köztársaság Kupa 2. helyezett, a Diák Olimpián 3. helyezett, nemzetközi versenyen 2 arany, 2 bronzot, regionális versenyen pedig 6 aranyérmet szerzett, ő nem más, mint Bala Dénes. A következő sportoló, a
Magyar bajnokságon 5. helyezést ért el. Magyar Köztársaság Kupa 3. helyezést, Diákolimpián 2. helyezést. Régiós versenyen 6 arany és 1 ezüstérmet szerzett. Ő pedig Szokó Levente. Szokó család nem ért ide, hogy látom. Félretettük. Következő versenyben. Ki a Magyar Bajnokságon 7. helyezést ért el. A Magyar Köztársaság Kupán 2. helyet, Diákolimpián 3. helyet szerzett. Regionális versenyen 2 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Ő nem más, mint Babócsa büszkesége, Gerencsér Brigitta. Érkezik. Gratulálunk. Magyar bajnokságon 2. helyezést ért el. Nemzetközi versenyen 1 bronz, régiós versenyen 4 arany, 1 bronz és 1 darab 5. helyezést ért el. Az ő neve pedig Tárdoki András. Következő díjazottunk. Magyar bajnoki 3. helyezés, Magyar Köztársaság Kupa 3. helyezés, Diákolimpi 3. helyezés. Ő nem más, mint Herfi Virág. Gratulálok! Három országos verseny, 3 éve. Ebben a kategóriában akkor még egy díjazottunk van. Ő nem más, mint aki a Magyar Bajnokságon 2. helyezést ért el, Magyar Köztársaság Kupán 7. helyet szerzett, régiós versenyen 2 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szerzett. Ő pedig nem más, mint Ludwig Eszter. Gratulálok! Következzen a 6. kategória, ahol részletesen nem fogunk felsorolni az eredményeket, nagyon szép eredmények születtek itt is. Edzés munkájuk és eredményeik alapján díjazásban részesülnek a következők, és őket is megkérjük, hogy fáradjanak ki szépen sorba. Csordás Klaudia. Ő sincs itt. Készülök Lepizsgára. Radák András. Tamás Kornél. A következő fiatalember Csalga Bálint. A következő díjazottunk Domokos Erpont.
Következő díjazott Kovács Áron. Gratulálom. A következő ifjúsportoló Maráz Nándor. Bankos Zoltán. Sikerül igazoltan hiányzik. Következő versenyző, akit kérünk, hogy kifáradjon a díjért. Kis Milán. Következő fiatalember, Vértes Károly. Következő év, Kedőn Bence. Mészáros Lívia. Próbálkozunk újra, Szokol család megérkezett? Akkor a Szokol Máté és a Szokol Botont egy tapsot, mert ők a következők. Egy ifjú hölgy a következő, Szűcs Linda Jármi. Gratulálok! Végül, de nem utolsó sorban egy ifjú judoka, aki most már az idősebbek csapatát erősíti és végre kell beírni, ő nem más, mint Kárpáti József. Akkor most megkérek mindenkit, hogy nagyon figyelje, mert szépen elkezdjük sorolni a neveket, aki hallja a nevét, az szépen fáradjon ki, és vegye át az okleveles csomagot. Az első ifjú judoka, akit itt várunk a karácsony felőtt, Aut Ágoston. Nem baj, ha anyuka kicsit sérül. Következő, Ambrus Marcel. Egy nagy gratulálat. Gyerek. Elbírom. Aztán Ander Botond és Ander Imrod. Ander Botton, Ander Imrod, mit kellett?
Balogh Máté. Baszkovics Erik. Bencsik Gyongor. Bonc Márton. Bonc Kálmán. Borondik Róbert. Bukovics Zoltán. Kizrák Lórán. Kirkovics András. És Kirkovics Bence.
Aztán jön egy csak jó fia, jön egy csak jól. Kádár Mira, ő úgy tudom, hogy beteg. Tehát nincs úgy, életesszük. Kármán volt állás. Kármán László. Kremen Dániel. Kecskeméti Emese. Gratulálunk. Kis Bence. Király Ákos. Kecskeméti Emese mellett a Kecskeméti Csillát is kérjük. Következő, Lázár Naim. Kérjük Váradjoknak Vitauszki Virág. Lolók Máté. A következő Mordegán Bruno és Mordegán Lassi. Adjuk a kicsérjük. Makovics Tibor. Migács Júli. Nagy Renáta. Német Zsófia. Ódor Levente. Pasa Zoltán. Pataki Martin. Pánovics Mercedes. Gratulálunk! Kérjük Pára Gyuri és legyen az ajándékot! Robacek Áron és Robacek Kamil! Simon Jánuel! Szomonyi Lórán. Kuba Dániel. Itt van. Tehát Szomonyi Lórán. Jöni. Szabó Vanda. Jóban. Szakály Cécé. És Szakos Tanár. Apukát.
Gratulálok! Egy nagy kapcsolat kérdés! Kérjük a barátság felé, hogy legyen át a megengedett utazán. Szálosi Györgyő! Gratulálok! Sok ilyen legyen! Tengerni Máté! Kutkázó! Varga Krisztófer kéri megállt az elvégot a nála lakó Terediákkal, a Havas fiúval, aki úgy hívnak, hogy Berardino! És végül de utolsó sorban Bránit hazát kérjük, és Kuboldikára! Szakos Gábor, megkérdezem, hogy a húgaim van-e a családban? Stilla, így. Vagy ő. Köszönöm. Még egy információ. Ha esetleg valaki nem hallotta a nevét testvér, az legyen szíves jelentkezni, mert lehet, hogy elsiklottunk. Bocsánat, megvan. Kérjük a barátom felé. Hókos Attilát. Egy nagy kapcsolat kérünk szépen, hogy elköltetjük a végére. Körülbelül a felénél tartunk, úgyhogy menjünk tovább róla az éjszakára. Egy kis figyelmet kérek szépen. Szülők, valamint a sportolók nevében elég nagy kapatunk. Rendőrzői szakosztály elsőjének a munkát, hogy egész évben kitartóan, lelkiismeretesen dolgoztak itt a gyerkőcökkel. Először Janecsek László vezetőedzőnek, mindenki Laci bátyjának, nagy kapcsolat kérdés szépen. Köszönjük szépen. Reméljük, hogy előbb-utóbb befejezi az iskoláit, amióta én ide járok, azóta iskolába jár Laci bácsi. Most meg ott is dolgozik, úgy. Következő edzőnk, egyben egyesületi elnökünk, Monti Zsolt, neki is szeretnénk megköszönni a munkát. Egyben az egyesület, de végzett munkát, mert azért az kell, volt egy egyszerű feladat. Itt a háttérben egymást is ajándékozunk. A következő edző Bonevács Tamás. Köszönjük szépen, hogy ebben az évben dolgoztál itt a szabadság életében, részt vettél.
szeretnék megemlíteni még két nevet, a Csokonya Visottnál dolgozó Ambrus Gyula és Horváth Alatik felén. Ők úgy tudom nincsenek itt, nekik is járatak, és őnek is köszönjük szépen a lépességet. Laci bácsi, magához ragadja a mikrofon, egy pillanat. Ragadom a szót. Én szeretnék köszönetet mondani, már itt a beszámoló folyamán elhangzott. Egész évben nagy tetszői segítségem volt, és szeretném a tetszői munkáját megköszönni is, a Szálosi Györgynek. A realitás talaján állva mondja meg, hogy mit csináljuk, meg hogy mennyiből. Szóval a szabad idejét feláldozva tapasztaljuk, és már nem mondok hülyeséget, hogy a december 1-e óta nappalunk az ajándékokkal, szalorcukorral és mindenfélével van tele, ami a judót tartozik, nagyon jó lesz majd az új dojo, mert oda fogunk pakolni. Vagy én, vagy ő. Tehát még szeretném megköszönni a Monikának az éves munkáját, és itt a szülők készültek egy aprósággal, mert ugye egy nehéz titokban tartani egy családon belül, hogy mit szeretnék, úgyhogy akkor köszönjük szépen, és hát számítsunk rá jövőre is.
És akkor még egy név, végül, de nem utolsó sorban. Tavaly átkeresztettem én a nevét, mert rosszul mondtam a nevét, és én leírtam, tehát Radicsék átjött az ilyen. Önnek is szeretném megköszönni a lényeges munkát, mert nagyon sok mindenben hozzátett és támogatott bennünket. Természetesen számítunk rá, hogy életem is. Köszönjük szépen! Na, akkor, már itt mindenki megajándékozott mindenkit, akkor úgy gondolom, hogy jöjjön a... Igen? Jaj, bocsánat! Két vendégünket is meg kell ajándékozzuk, elnézést. Nem így szerepelt a forgatókönyvbe. Tehát akkor említettem már a mondók elején, hogy köszönjük szépen a támogatóknak is, köztük Kertainé Horváth Ferenc igazgatónak, egy intézményedet asszonynak, és egy kis szerény ajándékkal szeretnénk megköszönni az eddigi támogatást, és hát számítunk rá jövőben is. Köszönjük szépen! Ja, tényleg. Tehát köszönjük szépen. Akkor most már tényleg visszatérünk az eredeti forgatókönyvhöz. És akkor jöjjön az esemény egyik, vagy a másik fénypontja. A gyerekeket ez a dolog már nem nagyon értek ide, hogy hagyománnyá vált egy bizonyos díjazás. Tehát akkor jöjjön az év szülője díja. 5 oldal. Tehát ünnepségünk utolsó hivatalos programpontjaként következzen immár hagyományosan a Szőnyeg Szőre díj átadása. Az idei évben csatlakozok számára egy kis ismertető, hogy miről is van szó. 7 évvel ezelőtt egy akkor még közös karatés gyúdos karácsonyi ünnepségen irigykedve néztük, ahogy egy frappáns és munkás köszöntő keretében a karatésok átadnak egy kis ajándékot a saját csapatuk tagjai közül a legviccesebb szülőknek. Az ötlet nagyon tetszett, ezért hát állogtam és tovább gondoltam. A következő év karácsonyi ünnepségére megszületett a Szőnyeg Széle díj, amelyet azóta is az évvégi rendezvényünkön adunk át a kiválasztott szülőknek. A díj tehát immár a 7-szerre került kiosztásra. A cél elsősorban a csapatépítés és a szülők önfeláldozó kitartó támogatásának jelképes elismerése. Az évek során egy személyes jelölő és választó bizottsággá alakultam, szóval egyedül dönthetek, és így teljesen titokban marad az amúgy egyre népszerű, és az év vége közelettével találgatásokra és konspirációkra okot adó évszülője jelöltének a kivétel. Úgy érzem, eddig minden alkalommal sikerült meglepetést okozni, remélem most sem lesz másként. Az idei döntés nem volt egyszerű. Az év rendezvényeit bepergetve, a nevezetes eseményeket, történeteket végig gondolva, csak egy kézenfekvő megoldás maradt, mivel majdnem mindegyik eset résztvevője, szereplője voltam, úgy döntöttem, az idén én leszek az évszülője. Mindenki nyugodjon meg, ez sem így volt. Ott még nem tartunk, ha már kétség kívül megérdemelni meg. Ám mielőtt leúrna a repert, egy-két szőszenet a mozgalmas 2015-ös esztendőből. Szóval történtek dolgok. Kezdődött az év egy felejthetetlen szilveszterrel, ahol büszkén tapasztalhattuk, hogy a szakosztály ifjú judokái kiváló szervezőkészséggel és taktikai érzékkel vannak megáldva. Esetükben a Miami helyszínelők sem tudták volna rekonstruálni a történeteket. Akik ismerik, azok tudják, miről van. Aztán fantasztikus élményben volt részünk Dráva Tamásiban, egy judó megmutató alkalmából, egy igazi, élő, született ninjával, így mutatkozott be,
találkozhassunk. Egy profi és átszellemült ninjasó során, igaz, a fakar és a papír dobócsillag kicsit bizonytalanná tett minket. És miután kiderült, hogy a szociális otthon lakója, minden meg is világosodott. De ne feledkezzünk meg a fél évi záróbuli szabadtéri látványkonyhájáról, amit Radák apuka és Szakos apuka páros nyitott, körülbelül 500 darab palacinta megsütése céljából. Átéheztük velük az élő főző műsorok hangulatát, szó volt. Az év esete azonban az edzőtermünkben történt. Egy edzés közben. A személyiségi jogok védelmében a főszereplők kiléte viszont maradjon titokban. Így utólag, ismerve a történet végeredményét, csak nevetünk az egészen, ám ott, akkor nem volt olyan biztos a helyzet. Csak később rekonstruálva az eseményeket szembesültünk, nincs zajlott valójában. Szóval B. Gábor, első osztályú bíró, lelátogatott az edzésünkre, és több év kihagyás után először tatamire lépve, mint egy kamikáze ugrott neki partnerének, az amúgy edzésben lévő volt ifjúsági válogatott, nála körülbelül 40 kilóval nehezebb B. Tamásnak. Hát B. Gábor nem volt partiban, és pár perc után erős légszom és érdekes színváltozások közepette, a fulladásos halál tüneteit produkálva, kimerülten terült el a szőnyegen. Mint később kiderült, ez nagy hiba volt. Miután negyed óra elteltével sem tudott felkelni, és a többiek által viccesen felajánlott választási lehetőséget, miszerint orvos vagy papot hívjanak, sem tartotta már humorosnak, komolyjá vált a helyzet. Azonnal mentőt hívtunk, és ismerve B. Gábor korábbi szív problémáit aggódni kezdtünk. A gyors és szakszerű orvosi segítség hála Istennek megoldotta a problémát, és B. Gábor azok a rendben van, újra rendesen dohányzik és integet a tatalmat. A vészhelyzet elhárítása közben igazából fel sem tűnt, hogy valójában egy embernek volt igazán helyén a vete, és higgadtan, talpra esetten próbálta megoldani a felmerült problémát. Ő volt J. László, tudjátok a személyiségét, aki példát mutatva a megszeppent judokáknak, felállítva a kimenetítési sorrendet érték szerint, határozott és gyors mozdulatokkal kezdte el feszedni a szőnyegeket, miközben a fejét csóválva a mentősök bejönnek cipővel és összekarcolják, mondatot tüzekte mogorván a fogai között. Na ez az igazi elhivatottság. Miután megközelíthetővé tette a tatamin fekvő B. Gábor, már csak egy szőnyeg volt veszélyben, konkrétan az, amelyiket B. Gábor mozdulatlanul hanyatfekvő helyzetben bitorolt. Nos, csak az időben kiérkező mentősöknek volt köszönhető, hogy a vészhelyzet sorozatból jól ismert háromra tegyük át utasítás után következő mozdulatsor félbeszakadjon, és B. Gábor hozzáértünk ezek közé kerüljön. A történet tehát happy end-el végződött, mert így megmenekültek a szőnyegek, és gazdagabbak leszünk egy kifejezéssel, ami így hangzik, szőnyeget bockátlani. Biztos sok ehhez hasonló eset történt még az évben, na azokat majd egymás között felelevenítjük a hivatalos tény után. Most pedig térjük vissza az eredeti programponthoz. Az idei esztendő jelöltjénél olyan helyzetbe kerültem, mint eddig még a 6 év alatt soha. Miután az idén egyértelműen ráesett a választás, próbáltam visszaemlékezni a vele megtörtént esetekre. Hát lehet, hogy romlik a memóriám, de én nem nagyon találtam, és most szeretném lefedezni, ez nem az ő hibája, és egyáltalán nincs lehetősége a díj odaérő ítélése szempontjából. Jelöltjük ugyanis, jellemzője ugyanis, hogy szeret a háttérben maradni, de szinte minden esetben számíthatunk rá, ha segítség kell a szakosztálynak, legyen az akár fizikai, akár szellemi. A nyugalom szobrát lehetne róla megformázni, felejthetetlen, ahogy a tehetséges gyerkőte egy-egy kicsi érkezett el versenyeken, mosolyjal és az ezzel égtelen arccal hangos szó nélkül reagálta le a vészhelyzeteket. Szóval ő a biztos pont a szakosztály életében,
aki legalább annyit foglalkozik a judóval a világhálón, mint az egyik korábbi díjazottunk, a Korán Timi, az pedig nem kerül. Természetesen naprakész információkkal rendelkezik a judó világ életéről. Egy dolog, és szívesen oszt meg velünk minden, ami lényeges, és azt is, ami nem. Az eltelt évek alatt egy dolog biztosan kiderült róla, akárhova is kellett menni a versenyre, az induláskor ő valahogy biztos bennült az aktuálisan beszervezett autóban. Leendő díjazottunk volt foglalkozásai és végzettsége okán a rend és a szabályosság híve, amit az egyesületünk működése során is tapasztalunk, és bizony nem árt, hogy van közöttünk néha egy józan ember. Tehát tisztelt tagtársak! Az eljárás, az alkotmány, a BTK, a PTK és az MTK törvényeit figyelembe véve az előírt módon lezajlott, melynek során az egyszemélyes felülőbizottság a megszabott határidőket betartotta, és a jelöltet az egyszemélyes választási bizottság elé terelte, aki a jelöltet egy hangulatos igen szavazattal elfogadta. Mivel a fellebezési és a szavazottsági idő lejártáig reklamáció nem érkezett, ezért a jelölt reggel 7:30-7 jogerőre emelkedett. Tehát 2015-ben az év szülője, az általán szörnyek széledi nyertese, természetesen abban az esetben az előbb elhangzott, legalább 50-21%-a igaz, tehát a díj nyertese valahol jó. Gratulálunk! Köszönjük! Egy tapsot még egyszer kérünk szépen! Az eredeti szöveget tudnózom is magadat. Úgy gondolom, hogy most már a program szerint majdnem végére értünk mindennek. Két ember szeretnék még ide szólítani mellé. Kettő. A Radák Jánosról és a Domokos Csaváról lenne szó. Legyetek szívesek ide, fáradjatok mellé. Én szeretném megköszönni a népben végzett munkátokat, Radák Janőnek és a Domokos Csavának, akik a Radák Digitál munkatársai, a Barcsi Judo Sportegyesület híradó készíti, saját krónikásaik, akik mindenhol ott vannak és mindent felvesznek és megerősítenek. Az amatőr tévések és műsorkészítők fantasztikus munkát végeztek, ezért egy kis ajándékkal kedveskedünk nektek. Sikerült szerezni egy-egy egyedi újságíróigazolványt, amivel igazából csak a mi rendezvényeinkre tudtok belépni. Éppen ezért különleges. Még egyszer köszönjük az éves lelkes munkásokat, és a póló munkán. Tudom, hogy időt tesz. Gratulálok. Köszönjük szépen. Bocsánat. Meg is köszönjük, hogy ezt a Radán Digitál Stúdiónak a világhálóra való. Az a Barcsi Judo Hírodó. Az egy másik szín. Jó, most már visszaveheted a másik kamerát. És akkor végül, nem tudom, hogy sorba, mielőtt bezárnánk a rendezvényünket, szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni, találkozunk jövőre. Mielőtt elkezdődne a buli és a kötetlen beszélgetés, átadnám a szót Zsolti bácsinak, hogy egy-két technikai információt mondjon még el. Tehát köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. Nagyon röviden csak azt szeretném elmondani, hogy minden családban
van egy szigorú szülő, én tegnap kiderült a, bocsánat, tegnap előtt a judós családban, én vagyok a szigorú szülő, és most nem leszek népszerű, de arra kérem a kedves szülőket, hogy gyermekeiket majd fékezzék meg, amikor a villanykapcsolóval játszanak, illetve rohangásnak az iskola épületében, mert nagyon hamar fegyelmet fogok kapni a mellettem ülő igazgató asszonytól. Mindenkinek jó beszélgetést kívánunk. Az ebédlőben átfokoljuk a hangfalat, hiszen az asztalok most itt vannak és üres. A gyertyőcök ott egy kicsit tombolhatnak, zenére, ritmusosan mozoghatnak, akinek a földön van kedve hason háton kúszni, azt is megteheti. Itt az emeleti részt hagyják meg nekünk, és az apukákat pedig arra kérem, anyukákkal együttesen, hogy most már szabad az asztal, szabad a pálya, a magukkal hozott és készített ágyas üdiket nyugodtan közkincsé tehetik és megkóstolásra ajánlom. Én magam a idei dióval indulok a versenyt. Köszönöm szépen, és mindenkinek jól tudatokat kívánok. Köszönöm szépen, és akkor jó utat!